tárogató kísérettel vonult fel a Nagykároly és környéki Szent Orbán borlovagrend Máté Szalkán, mögöttük pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye első leendő borlovagjai, akik hosszantartó összehangolt csapatmunka eredményeként jutottak el idáig. Stonavszki Tamás, a Máté Szalkai Vörösmarty kör elnöke azt mondta, az elmúlt években számos rangos elismerést zsebeltek be a környékbeli borászok, amelyre más borlovagrendek is felfigyeltek. A lovagokat általában a királynő szokta lovagra ütni, de most itt királynőt nem találtunk, úgyhogy egy másik borlovagrend lovagjai fogják ezt a lovaggá ütést ceremóniaként előadni. Méghozzá ez a Nagykároly és környéki Szent Borbála borlovagrend, akikkel már nagyon régóta tartjuk a jó kapcsolatot, kölcsönösen tanulunk egymástól, hát ők nagyon-nagyon nagy előnnyel kezdték hozzánk képest, és akkor, amikor már azt mondták, hogy hát ők is szeretnének velünk versenyezni, mert mindig vendégnék hívtuk őket, akkor mondtam, hogy de hát miért, hát sokkal jobbak vagytok. Nem, most már mi is úgy érezzük, hogy a verseny az igazságos, mert nagyon jó borokat készítetek. Tehát ez a fajta fejlődés az ő tükrükben is viszont láttuk, és felbátorodtunk ezen is. Én fogadom, hogy a Vörösmarty borlovagrend hűséges és odaadó tagja leszek. Ezek pedig már az eskü szavai. Borlovagrendek Európában már a 12. században is voltak, amelyek abból a célból alakultak, hogy segítsék a borkultúra fejlesztését. A küldetésük ma is hasonló, borversenyeken való részvétel, borfesztiválok szervezése, valamint a szőlővel és borral kapcsolatos tudományos kutatások segítése. Nehéz volt a kezdet, mert nagyon sok olyan borok voltak, amelyek, vagy szőlők voltak, amelyekből nem igazán lett bort készíteni, direkt termők, ezekből mustot vagy fogyasztásra alkalmas, viszont az erjesztésekor magas a metilalkohol tartalma, és ezért ez káros. Úgyhogy ezeket inkább retro kategóriának hívjuk, mert nagyon sokáig ebből készítettek a helyiek bort. Tehát rengeteg ültetésre is sor került, és hát ezeknek a fajta jelleg. Megpróbáltuk ugye a talajhoz választani a szőlőt, illetve hát vannak közkedveltek. Vannak olyan jó szőlőfajták, amelyek egész magyar honban jól érzik szinte magukat, ilyen például a kék frankos. De általában a kék szőlők azok jobb kondícióban vannak, mint a fehérek. A fehérek azok sokkal jobban érzékenyek a talajra, a napfényre, a csapadékra, időjárásra. A borlovaggá ütéshez borlovagi talár, saját nyaklánc, címer és zászló is járt, amelyeket ünnepélyes keretek között be is mutattak a közönségnek.